A Munkáspárt 2006 szerint, ha a gyermekek védelmére hivatkozva a dohánykereskedelemre állami monopólium érvényesíthető, akkor hazánk vészes energiafüggősége miatt a szénhidrogén bányászat esetén is így kell eljárni. Hazánk ásvány kincseit nem a milliárdos nagyvállalkozók gyarapodására, hanem az egész nép jólétének javítására, a társadalmi nyomor és a gyermekéhezés felszámolására kell felhasználni. Ezért javasoljuk, hogy a multinacionális nagyvállalatok helyett a magyar állam termelje ki az ásvány kincseinket. A multik hazai helytartóiként működő kormányzat minden külföldi befektetést a munkahelyteremtés sikereként könyvel el, miközben az így kizsákmányolt munkások csak égbért kapnak. Közben a hatalommal összefonódott ipari és banktőke csupán néhány oligarha számára engedi a gyarapodást. A Munkáspárt 2006 feltett szándéka az energiaszektor közösségi tulajdonba vétele.